Hatodik alkalommal szervezte meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal az őszköszöntő jótékonysági szabolcsi almanapot, ahová már évek óta többen visszajárnak a meghívott vendégek közül. Az almaszedő csapatok tagjai a jótékony célt szolgáló kezdeményezésen való részvételük által valamennyien hozzájárulnak a szabolcsi alma népszerűsítéséhez is. Nekünk ebben a programban fontos együttműködő partnerünk a megyei gyermekvédelmi intézményeknek a hálózata. Rájuk szoktuk azt bízni, hogy mely intézményekbe, mely helyekre hogyan jusson el. Sőt, azt is meg szokták szervezni kollégáink, hogy ez ne egyszer érkezzen meg ez az alma mennyiség, hanem hogy a tárolási nehézségek miatt. Én úgy gondolom, hogy több száz gyermekhez eljut, és hónapról hónapra tud a számukra a téli időszakban biztosítani egy egészséges gyümölcsöt. A program Érpatakon kezdődött, majd jótékonysági almaszürettel folytatódott, Bölcskei György tulajdonos felajánlásából a Nagy Kálótész almás kertjében. A résztvevők az elmúlt évekhez hasonlóan idén is 20-30 konténer almát szedtek le. Nagy megtiszteltetés számunkra, különösen az, amikor át tudjuk adni azoknak a gyerekeknek, akik ezt igazán őszintén és szívvel fogadják és meghallják, és ez nagy öröm, és tudunk nekik beszélni arról, hogy hát milyen nagyon fontos termék ez az alma, és kell, hogy egész életükbe elkísérje, hiszen az egészség egyik legfontosabb alapja. 2024 egy extrém évnek számít a mezőgazdaságban, így az almatermesztésben is. Az évelei fagyokat követően a tavaszi csapadékoknak köszönhetően elkezdtek bizakodni ugyan a gazdák, de az utóbbi időszakban az öntözetlen területeken komoly almahullások kezdődtek, emiatt a gyümölcs nagy része ipari feldolgozásra kerül. Sajnálatos módon az időjárás az nem kedvezett ebben az évben sem az almának sem, és más kultúrnövénynek sem. Ugye a szárazság az rányomta a bélyeget a megye gazdaságára. Reméljük, hogy az almatermés az olyan lesz, hogy minden családnak az asztalára elég fog jutni belőle. Sőt, mi több, szívesen visszük az almát Budapestre és az ország többi tájaira, mert a szabolcsi alma az értékes és finom. A jótékonysági almanap egyik célja a vármegyei agrárium egyik értékének, a szabolcsi almának a népszerűsítése. Nagyon fontos a reklám. Mindenütt, látjuk azt, hogy a Magyarország szőlőtermesztésében mennyi pénzt fordítanak reklámra, és milyen jó a szőlő, a bortermelésünk, hogy felfutott. Én azt gondolom, hogy az alma fogyasztást is lehet forszírozni, lehet támogatni, és hogyha egy jó marketingje van, akkor én azt gondolom, hogy szinten lehet tartani a fogyasztást. A 2024-ben megszervezett közösségi program is a jótékonyság jegyében telt el.